Drága barátaim, köszöntelek benneteket névtelenül, vagyis hogy nem is ismerek benneteket, csak a tévén keresztül, a legjobb műsorotok nektek van. Több ezer embert hallgattam ki már ebben kapcsolatban, országosan a Balatontól, nem akarom sorolni itt a balatoni állomásokat, de Törökszentmiklóson is hallgattam meg embereket, sőt Debrecenben is, hogy a legjobb műsor Magyarországon nektek van. Hogy is hívják a... mi az elizék? Nevetet? A Hú Nagy Mirillel beszélek, ez a csodálatos ember, aki most is húsvétkor, ugye, ezek a parodisták, ezek tulajdonképpen Kossuth díjat érdemelnének, vagy még annál Széchenyi díjat, vagy tulajdonképpen Horthy díjat, ezek kiváló emberek. 80 vannak? 80 vannak, de az egész ország szereti őket. Ennyi jó meg nem is lehet most, egy tulajdonképpen ilyen, annyi jó parodisták nincsenek Magyarországon, csak egy bajuk van szerintem, hogy ezek se járnak, nem van. Milyenek azok? Na most azt üzenem nektek, hogy továbbra is így dolgozzatok a demokráciában, de azt tanácsolom, hogy menjetek ki Kanadába is, Toronto, Winnipeg, Vancouver, mert ott velem mennétek, akkor biztos sikeretek lennétek. Mert itt nagy ismerettségem van nekem külföldön, most nem akarom ezt írni, hogy miért vagy hogy. Egy 71 éves manusz vagyok, de még tele életkedvel. És tulajdonképpen a legtöbb vállás Magyarországon van, Közép-Európában, meg Dél-Európában, meg úgy tudom, Ausztráliában nincs annyi vállás, mint Magyarországon. Csak statisztikákat nézzétek, és többet foglalkozunk a politikával! Mert ez is érdekel, nem csak a zenélés, ugatás, hanem hogy mi van a nagyvilágban. Áldás békessége református köszöntéssel. Szervusztok!